Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Én november 2-án nem voltam a Svédenplacon, biciklifutárként dolgozok normálisan, és akár elő is fordulhattam volna a Svédenplacon, de aznap betegállományban voltam. Egy ismerősöm ott volt, és úgy látta jónak, hogy van kedve róla beszélni, ezért nem is húzom tovább a szót, az intro után következik Szilágyi Gergő. Kezdjük is el! Szia Geri, üdvözöllek, örülök, hogy jól vagy, és köszönöm, hogy van kedved mesélni nekünk a hétfői támadásról. Szia Attila, köszönöm szépen a meghívást. Térjünk is rá a lényegre, nem akarlak sokáig föltartani. Te egy lokálban vagy műszakvezető a Svédenplacon, és pont aznap este dolgoztál. Hogy élted meg azt a napot, hogy indult, és milyen volt belecsöppenni ebbe az egészbe? Igazából egy teljesen átlagos napnak indult, mint a többi. Magam sem gondoltam, hogy ez lesz a vége. Olyan 4 óra körül szoktam általában bejárni dolgozni. A napnak az első része az teljesen normálisan zajlott. Amikor az első hírt kaptam erről az egészről, épp lent rendelést írtam. Ahol igazából nem is nagyon volt térerő. Így amikor mentem felfelé az étteremnek az első szintjére, akkor kaptam egy hívást a főnökömtől, aki elmesélte, hogy mi történt. Így első körben, megmondom őszintén, hogy azt hittem, hogy valami rossz vicc az egész. Nem nagyon számoltam azzal, hogy ez tényleg igaz lesz. Azonban ahogy kipillantottam az étterem ablakain, úgy láttam, hogy az emberek gyakorlatilag tömegesen futnak felfelé a Stephansdom felé. És ugyebár ez a lockdown előtti utolsó nap volt, hogy mennyien voltatok bent, és tudtatok, mit tudtatok csinálni, milyen információkat kaptatok? Hát úgy, ahogy te is mondod, az étterem telt házas volt aznap este, tehát tele voltunk vendégekkel. Amikor bekövetkezett ugye ez a támadás, gyakorlatilag én már csak annyit láttam, hogy megyek felfele, hogy az étteremvezető megpróbálja begyűjteni az embereket az utcáról, a vendégeket, illetve a dolgozóinkat is, amennyire ez lehetségesen, teljes mértékben szerintem nagyon jól le volt reagálva, begyűjtötte az embereket, és magunkra zártuk az éttermet. Körülbelül mennyien voltatok az étteremben, és milyen hangulat volt? Vagy mit tudtatok mondani egyáltalán a vendégeiteknek? Mindenkit megpróbáltunk felterelni a felső szintre. Mivel teltház volt, ez személyzettel együtt körülbelül 100-110 embert jelent. Ahogy végignéztünk, a vendégeken mindenki arcán látszott, hogy teljesen halálra van rémülve, tehát próbáltunk a helyzetnek megfelelően valamilyen szinten megnyugtatni az embereket, amennyire ez persze lehetséges volt, de igazából ezt most nehéz lenne leírni. Rémület volt. És információt a rendőröktől sikerült kapni, mert azt láttuk, meg lehetett tudni, hogy hamar reagáltak, hogy hozzátok az étterembe bementek rendőrök, mondtak bármiféle aktuális információt, hogy mikor mehettek haza, mi történik? Közvetlen közelről nem volt kapcsolatunk a rendőrökkel, amennyire ezt lehetett, megpróbáltuk telefonon intézni, valamint mindenki az ismerősei által kapott információkat kívülről, meg próbáltuk lekövetni különböző hírportálokon az eseményeket. Először, amikor rendőröket láttunk, egy fél órával az események után már gyakorlatilag az egész terület biztosítva volt, az épület gyakorlatilag minden sarkán álltak felfegyverzett rendőrök. És eltelik 1-2 óra, minimális információtok van, mikor tudtátok meg azt, hogy hazamehettek végre? Nem sokkal, szerintem 1 óra után hajnalban jött 2 rendőr, és ők mondták, hogy teljes mértékig biztosították a terepet. Stephansdom irányában gyakorlatilag már haza tudtunk menni. Ez itt mit jelent pontosan, hogy biztosították, hogy minden sarkon rendőr volt, mindenhol rendőröket lehetett látni? Gyakorlatilag minden sarkon felfegyverzett rendőrök álltak, és figyelték a területet. És benned milyen érzések kavarogtak, meg hogy jutottál haza, hogy értél haza? Ki kellett gyalogolnunk a 4. kerületig, ahol már el tudtunk érni egy taxit, és onnantól kezdve már taxival utaztunk tovább. És milyen érzések kavarogtak benned, hogy érzed most magadat? Hát az események után megmondom őszintén, hogy bennem közvetlen, hogy megtörtént ez a dolog, én nagyon nyugodt voltam, nem éreztem úgy, hogy bármilyen szinten felzaklatott volna a dolog, de ahogy egyre több információt kaptunk, videókat láttunk, úgy az ember egyre jobban érezte a helyzet komolyságát.
onnantól kezdve ez egyre csak rosszabbodott. A tegnapi napot én itthon töltöttem, szabad voltam. Ez alatt volt időm igazából gondolkodni, és megmondom őszintén, hogy nálam teljesen másképp zajlott el ez a dolog. A tegnapi nap is sokkal rosszabb volt, mint közvetlenül az eset után. Hát remélem pár nap, és sikerül teljesen megnyugodnod, és te már csak múltként tekinteni erre a helyzetre. Örülök, hogy te jól vagy, és te a rendőrök hamar, gyorsan reagáltak, és épségben hazajutottatok, meg hazajutott mindenki abból az étteremből. Nem is tartalak fel tovább, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Vigyázz magadra, és legjobbakat! Én köszönöm, hogy itt láttam. Vigyázz magadra, te is, Attila. További szép napot. Szevasz! Ja. Ja. Nem akartam ebből semmilyen bulváros témát kihozni, csupán Gergőnek, aki a helyszínen volt, szót adni, hogy mondja, hogy ő hogy élte meg ezt az egészet. Bízom benne, hogy Liktor Lajos alezredes úr is fog tudni nekem majd nyilatkozni, ő kárhelyparancsnok volt aznap, meglátjuk, hogy lesz-e ideje rá. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, a legfontosabb az, hogy vigyázzatok magatokra és másokra. Sziasztok!